Több mint 30 féle vörös és 10 fehér bor került mustrára február 25-én a már hagyománynak számító városi borversenyen. Az esemény két év kimaradás után került megrendezésre a Művelődési Ház kiállító termében. A résztvevőket Pardi Sándor, a borverseny főszervezője köszöntötte, majd Bordán Szabolcs városunk polgármestere nyitotta meg az eseményt. Gigászok harc elérkezett a mai nap is, ahogy ezt Sanyi szokta említeni. Ahogy jöttem ide, egyet elkezdtem keresni egy-két önidézetet, hogy mi a mi ide való esetlegesen. És Szepsi Istvánnak, az egyik legnagyobb borászónak a szavait találtam meg. És ez tényleg is a mai estére teljesen alkalmazható. Legjobb bor nincs, csak legkülönlegesebb, leginkább kézi munka igényes, maximális szakmaisággal készülő bor van. És ebben tényleg benne is van minden. Hisz, hogyha az emberek, a gazdák, akik készítik a borokat, a szőlőtermesztéssel nem foglalatoskodnának oly mértékben, ahogy teszik, a jó alapanyagból lehet csak jobb bort csinálni. Ez egy alapvető dolog, ezt az évek során a itt lévőktől megtanulhattam, viszont én nem fogok kísérletezni borral, csak kóstolom, mert a nevemben benne vagy Bordán, a név az kötelez természetesen ebben a történetben, viszont borral nem fogok kísérletezni, ígérem, hisz rájöttem arra 3-4 próbálkozás után, hogy ez nem nekem való. Inkább maradok a saját kaptafámnál, és mindenkinek jó szórakozást kívánok mai nap folyamára. Bízom benne, hogy mindenki megelégedésére fog szolgálni az a felsorakoztatott borhalmaz. És bízom benne, a vacsora is hamarosan elkészül, és segíteni fog a borok feldolgozásában. Mindenkit arra kérek, hogy olyan szájízzel fogyassza a borokat, mások borait, és nézze azt is, hogy mekkora törődés van azokban a palackokban, azokban a porrakban mekkora törődés van. Hisz nem csak egy itt arról, hanem tényleg egy nedűről beszélünk ilyenkor ebben a történetben. Polgármester úr gondolatait követően Pardi Sándor ismertette a verseny szabályait, majd kezdetét vette a megmérettetés a fehér borok kóstolásával. Igazából nekem az a tisztem ilyenkor, hogy két év után átismételjük a leckét. A pontozás 1-től 10-ig tart, és kiosztjuk majd a lapokat, amire a neveket ráírjuk. Most a kódolás zajlik. Nem sokára előkerülnek a borok is, bízunk benne, és akkor ezt én először kiosztanám. A maga a rendezvény az úgy folyik továbbra is, hogy ahogy a fehér van, tartunk egy enyhe szünetet és rákészülünk lelkileg a vörösre, mert az mégiscsak 30 felett van. Bízunk benne, hogy az Excel is kiértékelődik, majd meglesz az eredmény hirdetés, és akkor visszahoztjuk a lapokat, megmutatjuk a pontozási táblázatot, ahogy szoktuk, és ezzel nyilván akkor le is zárjuk majd. A megmérettetés során Derecske és a környező települések borkészítői hoztak kóstolót a tavalyi termés végtermékéből. A résztvevők többsége több fajta borra is készült. Kis Mihály közel 20 éve foglalkozik bortermeléssel. Az idei borversenyre egy Otellóból és egy vegyes csemegéből, valamint borszőlőből készült itallal nevezett, és hogy milyen is volt a termés? Jó, jó, tehát viszonylag jó, tehát kevés csapadék volt, már akkor, amikor már kezdett bogyósodni a szőlő szereti a meleget, tehát viszonylag jó volt a termés és a minőség is, a betegségek nem nagyon támadták meg, keveset kellett permetezni, hál' Istennek, én meg vagyok elégedve véle, a minőség is jó, cukorfoka is jó volt a szőlőnek. Ízlelésén, hát nekem a nagy szőlőben van a szőlő, az viszonylag egy olyan partos, ahogy van a nagy domba szőlőbe, nem olyan nagy, az csak gyerekkorunkban úgy hívtuk, hogy nagy domb, hát az ott egy olyan homokos partos, nekünk ott van a szőlőnk, ez a nagyszüleimé volt ez a szőlő, hát a szüleim csinálták, ők művelték, hát most már ők már idősek, aztán közösen műveljük most a utóbbi években, tehát ott egy viszonylag jó szőlőnek való talaj van, tehát egy ilyen homokos partos. Szántó Lajos harmadik alkalommal vesz részt a versenyen, borkészítéssel nyugdíjba vonulása után kezdett foglalkozni új kihívások keresése céljából. Szabad idejét szívesen tölti a szőlősben, amit a család kis birtokán alakított ki. Lényegében vörösborokban csak, már nem akartam termeszteni koromnál fogva, hogy még telepítsek. Ebben, ami hibák vannak, azt beszoktam pótolni, és szeretem, hogyha rendben van. Van hozzá gépem, kapálógépek, kis zetvorra viszem kifele a szerszámokat, mert csak gépesítve megy az ilyesmi már, mert ugye nem, a kézi munka az csak fárasztó.
A bor készítésénél a szőlő gondozása és ápolása mellett fontos megválasztani a kinyert nedű érleléséhez szolgáló tárolóeszközt is, mely nagymértékben meghatározhatja a végtermék ízvilágát és erősségét is. Hát lényegében a hordótálás az maximális, de amikor nem fér bele a hordóba, akkor úgy csináltam, hogy beletettem műanyagba, nem olyan, utána az savankásabb. Csak a hordó a mindene, az csak abba célszerű tárolni is, meg időnként kell lefejteni, tehát rá kell figyelni, hogy legyen jó minőség, ne legyen gyenge, mert az is csúnya, amikor egy bor úgy folyik, mint az olaj, tehát legyen megfelelő foka legyen, másképp vége, nem tudja tárolni. Csécsi Lajos közel 10 éve méretteti meg borait a derecskei versenyen. A korábbi években vörösbor kategóriában második, fehérbor kategóriában pedig első helyezést is elért. Számos fajta szőlő termesztésével foglalkozik, melyekhez elmondása szerint a derecskei termőtalaj a környék egyetlen szőlőtermesztéshez alkalmas területe. Én meg vagyok nagyon elégedve a idei terméssel. Otello, Bianca, aztán Csaba gyöngye, háslevelű, hát sokféle fehér. Amiből bor lesz, ez a három, amiből bor szoktam csinálni. Itt még adott a talaj olyan értelemben, hogy a szőlőt meg lehet termeszteni. Már például Berettyóújfaluban, vagy Hajdúszobáton, Hajdúszoboszton már nem igazán lehet szőlőt termeszteni, de még itt Derecskén igen. Csak hát ugye fáradtságos munkával. Meg olyan fajtákat kell ültetni, ami a homokos talajt szereti. Nem olyan, mint a Tokajhegy alján, ahol ugye a sziklát, meg a kőzetet kedveli, hanem itt a homokos talaj. És ezért jó és megfelelő az Otello. A bor elkészítése a szürettől a hordóba kerülésig komoly odafigyelést igényel. A műveletek folyamatába kameránkkal mi is betekintést nyertünk. A bornak, vagy a szőlőnek is jónak kell lenni, de oda kell figyelni. Nem lehet összerothat szőlőt szüretelni. Egy keveset permetezni kell, oda kell figyelni. Aztán együtt kell élni, szület után együtt kell élni a musttal, míg bor nem lesz. Vigyázni kell az edényekre, ha fahordó, azokat ugye becsületesen ki kell mosni, ki kell forrázni, ki kell szikkasztani, be kell kénezni, és utána abba erjeszteni. De az előerjesztés az történhet műanyaghordóba is, az érlelés az történhet fahordóba, és az utóerjedést én például már fémhordóba tartom, és ott már nem kell hozzányúlni, mert szépen lassan-lassan megérik így februárra. A résztvevők közül sokan évtizedes tapasztalattal bírnak a borkészítés terén. Pássi Lajos, a borverseny legidősebb résztvevője, közel 70 éve, már kisgyermekkora óta szőlővel foglalkozik. A versenyre, mint mindig, Otellóból készült vörösborát hozta, és riporterünknek elárulta, mi is valójában a jó bor titka. Nagyon fontos az, hogy hogyan kezeljük, mint ahogy mondom, a bort, mert az egy nagyon érzékeny, ugye ha nem tiszta hordó, akkor abba pillanatban már más íz kap. Én most úgy csinálom, hogy inkább üveghordóba, üvegbalonokba készítem, hogy ne legyen olyan hordóíz, mert mindig azon problémáztak így is, hogy hordóízű, így mű. Ne legyen hordóízű, tehát üvegbalonokba készítem el. Többször szellőztetem, ami azt jelenti, a bornak egy sokkal jobb aromát és tovább tud tárolni. Arra nagyon kell vigyázni, hogyha nincs magas a cukorfoka, akkor hamar virágzik a tetén. Most nagyon jó volt ez idény, 18-18,5 fokos volt a cukorfok, de azért mindig szőlőcukorral, mindig korrigálom. Lajos bácsi korábban már megfordult országunk legnagyobb szőlőtermesztő területén, Tokajban is. Elmondása szerint a tájegység borai egészen más ízvilággal rendelkeznek a köves, homokos termőföldjeinek köszönhetően. Voltam Tokajon is, azt hoztam bort. Ott annyira édesek, fogva édes. Most kérdeztem tőlük, hogy mondják már meg, hogy hogy van ez, hogy ilyen édes. Hát elmondták, hogy csinálgatják, hogy egy-két puttonosok vannak, amikor már megforrik a bor, amit hozzátesznek mustot, azt úgy csinálják, hogy az ne tudjon megforni. És hogy nem tud megforni, akkor hozzáöntik el a megfor borhoz, és akkor ad egy cukorizet. Tehát ez minden szakember. Ők is úgy csinálják akkor, mikor már egy több 1000 literes tartályokba elkészítik, mikor már megforrik, akkor leszűrik, és ők is sokat szellőztetik egyik hordóról a másikba, tehát sokat jelent az a szellőztetés, ami az oxigént felveszi, tehát a bornak az kell.
A borokat az italok készítői egymás közt értékelték, majd a legjobb borászok vehették át jutalmaikat.